Sziasztok! Ebben a videóban egy a nem télálló ragadozó növényeket tartalmazó floráriumot rakjuk össze. Kezdésnek rögzítsük az öntözőrendszert, mely szilikoncsőből és gégecsőből áll. Itt tudjuk az öntözést megoldani. A végére hálót teszünk, hogy a cső ne tudjon eldugulni. Erre tesszük az agyagolyó réteget, mely a víz tárolására és egyenletes elosztására szolgál. A közeg szárított spagnum, kertészeti perlit és tőzek keveréke. Készítünk egy kis dombot a hízókáknak. Jöhetnek a növények. Először a törpeharmafű, azon belül a drozéra scorpioides kerül beültetésre, majd a hízókák. Guatemala, Esseriana, Moctezuma rectifolia és Macrophylla. Végül a Drosera capensis találja meg a végső helyét. A hízókák köré vörös lávaköveket helyezünk. Az üres helyeket végül élő tőzeg mohával töltjük ki.